Sziasztok! A hol videó sorozatomat folytatva most egy DM hol videót hozok nektek. Több oka is van, véletlen szerencsés egybeesések egyike, mert fog szerepelni egy-két olyan termék, amit kaptam, és mindenképp akartam róla nektek mesélni, mert már ki is próbáltam, de közben eredetileg úgy terveztem még vagy két hete, amikor elmentem a DM-be, mert néhány dolog elfogyott, és nagyon szeretek a DM-ben nézelődni, és szerintem nagyon-nagyon jó termékek és márkák kaphatóak ott, akár legyen a saját márkás, vagy egyéb cégnek a termékei. Nagyon szeretek tényleg ott nézelődni, és mindig találok valami hasznosat, és hogyha valami elfogyott, amire szükségünk van, és egyébként pedig jó minőségű terméket szeretnék venni, mondjuk nem annyira nagyon drágán, vagy egyszerre akarok több dolgot elintézni, akkor a DM is egy olyan drogéria, ahol ezt megtehetem, úgyhogy most jöjjön néhány kedvencem a DM-ből. Az első ilyen kis részben néhány arcmaszkot szeretnék nektek megmutatni, ugyanis mostanában az arcápolási rutinomnak a csúcspontjai az arcmaszkok. Legyen ez fátyolmaszk, esetleg ilyen agyagmaszk, vagy bármilyen tégekben kapható, található arcmaszk, mert mindig azt érzem, hogy akkor nem csak az alapvető rutinomat csinálom meg, hanem viszek bele egy kis extrát is, amitől ha nincs is 100%-osan kicsattanó állapotban a bőröm, mégis azt érzem, hogy egy kicsit törődtem magammal, pluszban adtam valami többet, és tettem valami többet azért, hogy jobban érezzem magam a bőrömben, és egészen apróságok is megadhatják ezt az érzést, mint például egy arcmaszk. Úgyhogy én amúgy is régen is, de már egy ideje tényleg nagyon arcmaszkmániás vagyok, tényleg legyen szó bármilyenről, és mostanában nagyon szeretem a fátyolmaszkokat. Aláírom, hogy nem lehet az, hogy egy hétre megveszel a hét mindegyik napjára egy arcmaszkot, mert általában ezek olyan 800 és 2-3 ezer forint között mozognak, amiket én találtam drogériákban, mondjuk például a DM-ben, de azért szerintem néha bele lehet csempészni így a rutinba ezt egy kis extraként. És képzeljétek el, hogy remélem jól mondom a márka nevét, az Iroha arcmaszkjait próbálhatom ki, és ezeket a maszkokat szintén a DM-nek az üzleteiben, vagy az online shopjában találhatjátok meg. Azt kell tudni ezekről a maszkokról, hogy természetes eredetű összetevőkből vannak, 100%-osan biológiailag lebomlóak, vegánok és nem tesztelnek állatokon. Szóval, ahogy említettem, van még egy ilyen hialuronos, dragonfruitos fátyolmaszk, amit kaptam tőlük. Egyébként a csomagolása is gyönyörű szép. Ez a sárkánygyümölcsös arcmaszk gazdag C-vitaminban, és ennek köszönhetően ragyogóvá teszi a bőrt. Ugye tudjuk, hogy a C-vitamin az eléggé ügyes ebben, és a megtisztított arcomra szoktam felhelyezni, és 15 percig rajta szoktam hagyni, néha egy kicsit tovább is, hogyha véletlenül nem pont jól figyelem a 15 percet, és utána pedig ezt itt van nagybetűkkel, caps lockkal hagyva, hogy ne öblítse le, szóval ezt bele lehet így masszírozni az arcbőrbe, és az van a maszkra írva, hogy hetente egyszer használja. Egyébként az is itt van az arcmaszkokon, hogy ne használja sérült bőrfelületen, és ez tök fontos, mert múltkor egy kicsit elkapartam a pattanásomat, ami nagyon fájt, és annyira nem esett jól arcmaszkot tenni rá, szóval tényleg azért figyelni kell arra, hogyha valami sérült sebb, vagy olyan kis részlet van az arcodon, akkor szerintem azért érdemes megvárni, mire az begyógyul. Úgyhogy egy ilyen sárkánygyümölcsöset fogok még kipróbálni. És van egy ilyen pattanás tapasz is, képzeljétek el, ez egy új terméke az Iroha márkának, és az van, ez egy ilyen SOS pattanás kezelő tapasz, gyorsan és hatékonyan távolítja el elvileg a pattanásokat, kíváncsi leszek majd, hogyha lesz valami most olyan aktuális gond, akkor kipróbálom. Segít felszívni a fagyút, és ezzel elősegíti a gyors gyógyulást, és csökkenti a gyulladást a problémás területen. Válassza le a védőfóliát, helyezze a tapaszt a kezelendő pattanásra, foltra, és hagyja hatni egy éjszakán át, hogy a hatóanyagok megfelelően felszívódjanak. Javasoljuk, hogy használjon napi egy tapaszt. Aha, na hát ki fogom próbálni, aztán majd mesélek nektek róla, de a fő összetevők nagyon jól hangzanak, úgyhogy köszönöm szépen. És folytatva tovább ilyen arcmaszk vonalon, ezeket nem tudtam otthagyni. Egyébként mindegyik terméknek oda fogom nektek írni az árát, amikor épp beszélek róla, hogy
hogyha szeretnétek kipróbálni, hogy tudjátok, hogy mennyibe kerül. Ezek az arcmaszkok, hát micimackósok, ez itt éppen tigris és micimackó, ha jól tudom, van még malackás, meg szamaras is, és ezek egy kicsit drágábbak, szóval, hogy 2500 forint volt egy darab, ami azt jelenti, hogy kettő már 5000, úgyhogy azért ezek elég drágák, de maga a videózás miatt is szerettem volna megmutatni nektek, mert egyébként nagyon-nagyon aranyosak, és kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek, meg egyébként is már rég szemeztem ezekkel, mert több oldalon is láttam a neten. Talán a Pink Pandán is, de nem akarok hülyeséget mondani. A micimackós az édes-mézes illatú hidrateles. Ettől egy kicsit félek, annak ellenére, hogy nagyon tetszik, mert amúgy se a mézes negrót, se a mézes illatot, az ilyen édes-mézes vaníliás dolgokat annyira nem szeretem. Magát a mézet igen, kávéba meg egyébként is, de attól még kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Ezek is ugye fátyolmaszkok, és 10-20 percig kell ezt is fent hagyni, és ezt is gyengéden bemasszírozni a bőrbe. Egyébként érdekes, mert régen én azt hittem, hogy a fátyolmaszkokat miután leválasztjuk a bőrünkről, le kell mosni, mint egy másik maszkot, amit mondjuk tégelyből használsz, de tök jó tudni, hogy ezt nem is, hogy a hatóanyagokat így a bőrödön lehet hagyni. És igen, szóval ez egy ilyen mézes lesz, de tényleg majd az összes ilyen maszk próbálgatást, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor Insta story-ba megtaláljátok, szóval ott kövessetek be, kérlek, hogyha kíváncsiak vagytok ilyesmi tartalmakra is, és akkor ott majd látni fogjátok story-ban, amikor kipróbálom ezeket, és mesélek róluk, hogy mi a tapasztalatom velük. És a tigrises, annyira aranyos, az pedig marakuja illatú, ez már jobban hangzik, és ezt is ugyanúgy ki fogom próbálni majd. Még egy darab ilyen egyszer használatos dolgot szeretnék nektek mutatni. Ezek az ilyen hidratáló szempárnák, zseléspárnák, amiket ugye így a szemünk alá kell illeszteni. Próbáltam már többfélét is, ezek 400-500-600 forint körül mozognak, ha jól tudom, de majd ennek is leírom pontosan az árát. Ez itt hialuronnal, magnólia kivonattal és E-vitaminnal ellátott ilyen zseléspárna, és nagyon vicces amúgy az állaga. Ezt is 15-20 percig kell a szem alatt hagyni, és a maradványokat ugyanúgy be kell masszírozni ide a szem környék alá. Szerintem ez akkor jöhet jól, hogyha nagyon fáradt vagy, és valami fontos megjelenésed van, vagy csak szeretnéd egy kicsit úgy kényeztetni a bőrödet, vagy a szem alatti területet, mert az mondjuk problémás számodra. Egyébként elég rég, körülbelül másfél héten nagyon keveseket alszom, szóval ilyen 2-3-4 max. Órát, és már nagyon-nagyon fáradt vagyok. És ma reggel volt egy ilyen fotózásom, és előtte ezt szerettem volna feltenni, de nem tettem meg, mert meg akartam nektek ma mutatni a videóban, mert már csak ez az egy van itthon, de a többi, amit próbáltam, hát azt nem állítom, hogy óriási változást láttam a szemeim alatt, de nagyon jól esett, és maga csak a tudat is kicsit úgy segített, és talán ez is számít, de gondolom, hogy ennek pont nem az a... Nem azt ígéri, és nem az a célja, hogy óriási változást idéz elő nagyon gyorsan, de szerintem ezeket tök jó kipróbálni. Néhány terméket mutatnék még nektek, tényleg nem túl sokat, de most ezek az új kedvenceim. Arctisztítókat szeretnék nektek mutatni, kettőt, mert elfogytak az arctisztítóim, ami tök nagy csoda, mert volt néhány darab, amiket így tesztelgettem, próbálgattam, meg volt, hogy vettem is, és most így jó érzés volt, hogy akkor most nincsen, és akkor nézzek utána, hogy miért szeretnék, próbáljam ki, és kettőt is elhoztam a DM-ből, ezeknek is leírom majd az árát. Az egyik a Q&A márkától, ez az oatmilkes arctisztító. Mutattam már nektek, hogy a Lululandes webshopról vettem a Q&A márkának a borsmentás, a peppermintos ilyen arctisztítóját, és nagyon-nagyon szerettem, azt használtam az utóbbi fél évben, szerintem azt is használtam, és az elfogyott, de tényleg nagyon szerettem, az ilyen frissítő volt, viszont most szerettem volna, annak ellenére, hogy nyárban is nagy meleg, szerettem volna valami kicsit más illatút. Ez az oatmilkes, ez zabkibonatot tartalmazó krémes arclemosó, és használható olajos, stresszes, száraz, szenzitív, normális, kombinált bőrre is, úgyhogy tényleg, hát a legtöbb, sőt, minden bőrtípusra ajánlott. Nagyon jó összetevői vannak, amennyit én tudok ezekről, és 98,8%-ban természetes eredetű parfüm és alkoholmentes vegán termék szintén.
megakadályozza a bőr kiszáradását, megerősíti a természetes védőréteget, és tökéletesen tisztává és irritációtól mentessé teszi az arcbőrt. Itt is itt van egyébként, hogy ne használja sérültek, címás vagy gyulladt bőrfelületen, de gondolom, akinek ilyen még komolyabb problémái vannak az arcbőrével, az ezt pontosan tudja, vagy utána kérdezett szakembernél. Úgyhogy nagyon király ez az arctisztító, és amúgy a Q&A márka az nemrég jött a DM-be, nemrég kaphatóak, viszont egyre több termékük megjelent, és nagyon érdekel néhány, amiket szeretnék kipróbálni, úgyhogy biztos, hogy majd még lesz ezekről szó. A másik termék, ez a Daymaker-nek egy ilyen arctisztítója. Jaj, fókuszálj, légy szíves az arctisztítóra. Na igen. És ez az arctisztító egy géles állagú tisztító, ami hialuront tartalmaz. Hidratáló arctisztító gél, gyengéden tisztít, simít, hidratál, reggel este lehet használni, a rutinod ugye első lépéseként, ha előtte már lemostod a sminked, vagy ha reggel, akkor egyértelmű. Egy-két pumpálásnyit kell, én kettőt vagy hármat szoktam felvinni, az enyhén benedvesített bőre, majd araposan leöblíteni. Én a kis Ego arctisztítómat használom mindig, zárójel, képzeljétek el, hogy ez az arctisztító megvan már szerintem több mint egy éve, és most kellett először feltöltenem a készüléket. Úgyhogy meg is lepődtem, hogy lemerült, mert már el is felejtettem, hogy ezt egyetlen kell tölteni, szóval nagyon király, zárójel bezárva. Ez az arctisztító most az egyik nagy kedvencem lett. Egyébként gyönyörű szerintem maga a termék is, nagyon letisztult, és nagyon tetszik, hogy pumpás. Mert itt, ha így eltekered, akkor ugye be is tudod tenni a bőröndödbe, ha utazol, vagy bármi, bár nem utazok ekkora arctisztítóval, szóval én inkább ezt ilyen otthoni használatra, akkor amúgy nem jön belőle, ha nem nyomja meg semmi felőre, és akkor el kell itt tekerni, és tudsz belőle pumpálni, és visszatekered, és nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel. Érzésben is tetszik, hogy géles állagú, tetszik, hogy semlegesebb, de tiszta illata van, és szerintem nagyon jól tisztítja a bőrt. Még néhány termék van. Jöjjön még ilyen tisztálkodás. Két tusfürdőt szeretnék nektek mutatni. Az egyik a DM saját márkás, ilyen baleás tusfürdője. Ez uborkás kókuszos, ez egy Sport and Refresh névre hallgat, és még magamat is megleptem ezzel a választással, mert annyira nem vagyok egy kókusz illatmániás, kicsit ilyen mézes, vaníliás kókusz, ez az illatcsoport nekem annyira nagyon nem tetszik. Viszont ez így az uborkával, meg ha menta is van benne, ha jól tudom, nagyon-nagyon-nagyon megtetszett. Ez a termék is ugye a Balea DM saját márkás terméke is vegán, ez is 100%-ban újrahasznosítható összetevők, és nagyon olcsó. Ide fogom írni a pontosan az árát, de hogy tök jó szerintem, hogy ilyen áron is elérhető, ilyen széles illatválasztékban, ilyen természetesebb összetevőjű tusfürdők. A másik tusfürdő, amit vettem, amúgy szerintem nagyon-nagyon szép, ezzel annyira nem leptem, vagyis de ezzel is megleptem magam, mindjárt mutatom. Hát először a színét láttam meg, mert valahogy most nekem ez nagyon ilyen nyári, és aztán beleszagoltam. És olyan, mintha valami tök jó gyömbére savanyú cukrot szagolnék, úgyhogy nagyon tetszett nekem, és azt hiszem, hogy ez nyárra nagyon király lesz mind a kettőnknek, és elég sok van benne, szóval ez 500 ml. Tetszik, hogy így a DM-ben találhatunk tényleg olcsóbb, kicsit drágább, középkategóriájú tusfürdőket is, és annyira szeretem így végignézni és végigszagolgatni őket, úgyhogy ennek nagyon tetszik az illata. Ha szeretitek az ilyesfajta illatokat, akkor ezt ajánlom nektek. Vettem egy ilyen Sundance, ez is DM saját márkás naptejet, 50 faktoros, of course, és fehér naptej, kókusz és fehérvirág illattal, hát ez is kókusz és fehérvirág, de amúgy ennek ilyen naptej illata van. Nagyon durva, mert azt néztem, hogy az összes naptej elég drága, de közben meg tudom, hogy elengedhetetlen és hihetetlen fontos, mert borzasztó káros leégni, meg a bőrödet a napon süttetni, úgyhogy tökre megértem, csak úgy mégis kicsit így fájt végignézni, és szerintem pár percig tuti, hogy ott álltam a DM-ben a naptejeknél, hogy most melyiket választam? A kritériumom az volt, hogy 50 faktoros legyen, ne legyen nagyon erős és nagyon rossz illata, inkább ilyen tisztaság felé hajoljon az illata, vagy ilyen naptej strand illat legyen, mert azt így nyáron elbírom. Ugye egy nap többször is kell, főleg, hogyha vízbe mész, és
Rendszeres használatában megelőzhető a napfény okozta idő előtti öregedés, harmóniában van a havai korallzátonyokat védő törvénnyel. Tök jó. Bőrgyógyászatilag tesztelt, ez is, azért ez már eléggé elvárható. Úgyhogy ezt a naptejet vettem meg most. Három termékünk maradt még. Ha már az előbb a naptejet mutattam, akkor jöjjön egy fényvédő. Természetesen elengedhetetlen a fényvédő mindig. Ez a Revoxnak a fényvédője, ami igazából így a csapból is folyt, vagy folyik egy ideje. Szerintem elég kicsi, szóval, hogy ez már a második tubus, amit használok, az előzőt nagyon gyorsan elhasználtam, mert így két ujjnyit szoktam én is nyomni a fényvédőből, mert az a megfelelő mennyiség. És ezt a fényvédőt, ups, kérdezte tőlem valaki. Valaki sztorira írta, vagy nem tudom. Szóval valamelyikőtök kérdezte tőlem, hogy mit gondolok róla, mert hogy elgondolkodott azon, hogy megvegye, de hogy kíváncsi a véleményemre, hogy nekem milyen. Persze ez nagyon függ attól, hogy milyen a bőröd, gondolom, de nekem tök jó, mert nem hagy zsíros érzetet, nem ragad, nem nehezíti el a bőröm, tök jól tudok rá sminkelni. Azzal ellentétben, hogy nagyon sok, vagy hát viszonylag sok fényvédőt próbáltam az utóbbi 2-3 évben, és a legtöbb amúgy ilyen zsíros, nehéz érzetet adott a bőrömnek, amit valamennyire elbírt a bőröm, meg aztán rá a smink, de hamarabb kizsírosodott az arcom, még a sminkel is. Ettől viszont nem. Ami nekem hátránya, vagy így probléma, hogy nagyon kicsi. Nem tudom, hogy kapható-e nagyobb méretben, mert nagyon hamar elfogy, és hát amúgy ilyen 3000 forint körül van, csak hogy mindig újra venni, vagy lehet, hogy megvehetnék egyszerre többet, nem tudom, de közben meg 100%-osan nem akarok elköteleződni se egy fényvédő mellett, úgyhogy megveszek mondjuk 3-4 darabot, mert érdekelnek az ilyen termékek, és hogyha valamit kapok, vagy épp veszek, és megmutatom nektek, akkor azt szeretném kipróbálni, de azon is elgondolkodtam, hogy megösszek egyszerre kettőt legközelebb, ha ez elfogyott, hát meglátom, de én szeretem ezt a fényvédőt, tényleg nem csak a hype olyan nagy, és mondjuk egy rossz termék, vagy én azt mondom, hogy nekem nem vett, de nekem bevált. És akkor kitulom a narancssárga kis ízét a sarokból, naptejet, két termék maradt még. Jöjjön egy, nem tudom, hogy mennyire vicces dolog, de jöjjön. Ez itt bizony egy Old Spice férfi dezodor, bár én tökre uniszexnek érzem. Amúgy imádom a férfi illatokat, de ez itt az Old Spice-nak, ez az Oasis with Smoked Vanilla ilyen dezodor stickje, ez a rendes kék dezodor, amúgy imádom az illatát nekem, ez egyáltalán nem konkrét férfias illat, nagyon-nagyon tetszik ez az illat, és szerintem meséltem már nektek erről többször, hogy nagyon sok dezodort próbáltam már, érzékeny itt ez a terület, főleg miután leszedem onnan a szőrt, és vagy kicsípi, vagy kipattogzik, vagy beszínezte a ruháimat az adott dezodor, elszíneződött tőle a fehér pólóm, vagy egyszerűen hamarabb, tehát izzadtam, és büdös volt ott, és nem segített a dezodor, akkor is, ha egy nap többször használtam, mert ott volt a táskámban, úgyhogy így, állandóan azt éreztem, hogy költök dezodorra, amikor elfogy, vagy kipróbálok még egyet, mert annyira rossz, amit épp vettem, és nem tudtam, hogy mit csináljak, hogy így elegem lett ebből a dezodor dologból. És valamelyikőtök, sőt nem is csak egy embert így a kis online közösségünkből, hanem többen is írtátok, hogy ti bizony Old Spice férfi dezodort használtok, ilyen kenőset, mert ugye az is így a fejemben van, hogy nem akartam fújósat használni. De kenősök közül bármit próbáltam eddig, semmi jót nem tudtam róluk mondani. Na is ez. Már szerintem több mint egy hónapja használom. Edzés, tánc, napi 50 fokban izzadás, ilyesmi. Edzés előtt bedezodoroztam magam, és edzés után ilyen dezodor illatú volt a hónaljam. És nem büdösödök úgy napközben, nem keni össze a ruháimat, mármint hogy így nem hagy rajta színes foltot. Nagyon tetszik az illata. És ez viszont olyan termék lesz, hogy visszamegyek a DM-be, és megveszek belőle még 2-3-at, hogy ha ez az illat eltűnne, mert ezt tetszett a legjobban. A többi elég férfias, markáns illat, de még az se zavarna, ha ez nem lenne, mert akkor is valószínű, hogy megvennék egy következő All Spice ilyen kenős férfi dezodort, mert nekem ez bevált. Egyébként 0% alumínium van benne, ami tök jó,
kenős is, úgyhogy bárki bármit mond. Köszönöm a tanácsokat azoknak, akik írták. Én nagyon meg vagyok ezzel elégedve, és most nagyon jóha vagyok ezzel a dezodorral. És az utolsó termék ebben a DM Hall-ban, ez a Maybelline-es ilyen szájfény, ami szintén folyik sok csapból, láttam már TikTokon, Instagramon, mindenhol. És nekem, ami megvan, az a 20-as Sun árnyalat, ez van egyébként a számon. Ez egy ilyen tök természetes, kicsit csillogós, de majd csinálok róla közeli vágóképet. Igen, biztos, hogy csinálok róla. Ez egy kicsit ilyen csillogósabb, nagyon-nagyon jó illatú szájfény. Imádom, hogy ilyen vastag az applikátora, mert ezzel nagyon jó érzés így dolgozni a számon. És azért választottam ezt a Sun árnyalatot, mert úgy éreztem, hogy ez tök univerzális, és kb. Állandóan tudom napközben is használni. És imádom a rúzsokat is, viszont főleg ilyenkor nyáron, meg egyébként is nem akarok erőteljes konkrét szint, ha csak nincs valami esemény vagy olyan kedvem, mert hétköznapokra ezek jobbak. Amúgy hialuram van ebben is. És tök jól hidratálva tartja a számat. Most, hogy reggel volt fotózásunk, képzeljétek el, a Bazilikánál voltunk hajnal 4:30-tól, és előtte sminkeltem 3-tól, szóval mondhatjuk azt, hogy hajnal 3:30-tól egészen egy órával ezelőttig, ami olyan dél, konkrétan ittam is, meg minden, és oké, volt, hogy egy kicsit lekopott, de úgy maradt ez a hidratáltság, fényesség a számon, úgyhogy mondjuk nem nagyon ettem. Úgyhogy ez egy tök jó termék, és nagyon-nagyon tetszik ez a 20-as Sun árnyalat. Láttam, hogy vannak ilyen színezettek is, vagy hát egy ilyen színes rúzsok is, a Maybelline-esek. Majd lehet, hogy valamelyiket kipróbálom, de most ezt szerettem volna. Ennyi lett volna ez a DM Haul videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Így a rosszmondos után írtatok többen, hogy szívesen vennétek az akármilyen haul videókat is, de most ezen a drogériás vonalon maradva szerettem volna egy ilyen DM-est is, és ráadásul tök véletlen, de szerencsés helyzet, hogy kaptam ilyen irohás arcmaszkokat, és akkor így egybe tudtam gyúrni az egészet, szóval biztos volt oka ennek, hogy ennek így kellett lennie. Még szeretnék egy ilyen drogériás holt, az pedig Müller Haul lenne, azt is nagyon szeretem. Úgyhogy ha tetszik ez az ötlet, akkor kérlek írjátok meg kommentben, hogy rendben legyen ilyen is, vagy bármilyen videó ötletet szívesen veszek tőletek. Akár kedvenc DM termékeket is írhattok kommentben, mert az is nagyon tetszene. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok be ezt a videót, akár kommenteljetek is, és van egy kis csengő, meg kéne tanulnom, hogy hova kell mutatni. Amit, hogyha benyomtok, akkor nem maradtok rá a tartalmaimról, és Instagramon szintén van egy ilyen csengő, ahol be lehet külön állítani, hogy sztorira, posztra, videóra, reelsre, bármire érkezzen neked figyelmeztetés értesítő, hogyha arról az adott személynek vagy tartalomgyártónak az adott ilyen tartalmáról nem szeretnél lemaradni. Szóval szerintem ezek hasznos funkciók. Én is használom több kedvenc tartalomgyártónál is. Tényleg köszönöm, hogy itt vagytok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!